Explorers magazin podcast adása, az ember az üzlet mögött. Beszélgetések értékteremtőkkel, akik sikeres vállalkozásokat építettek fel és működtetnek. Üdv a fedélzeten! Tartalmas utazást kívánunk! Mai adásunkban Elizabeth Möllmann, a Móri 7 Kuti Wellness Hotel és Lovaspark, valamint az Öreg Prés Butik Hotel tulajdonosa mesél a kezdetekről, és az azóta megtett rögös és küzdelmes, mégis megismételhetetlenül szép és tartalmas útról. Szóval ti járjátok a világot. Kis csavargó. Hát a világot nem, de... Kis csavargó. A földi világot, meg egy picit Ausztriába is hivatalosak vagyunk, meg Szlovákiába. Igen. Azt még szervezzük, igen. Aha. Ott egy három helyszínre. Igazából azért kezdtük el, vagy úgy jött ez az egész utazásnak a gondolata, hogy tavaly a Covid egy alatt én elkezdtem írogatni. Láttam, igen, hogy igen, azért figyelünk dolgok, téged azért, vagy figyelve nagyon dolgok történnek, vagy mi, igen. Élem a munkás létemet, a szállodákat, emberek egyébek, és meg milyen törvények, meg milyen tippek, módszerek egyebek. És egy 300 pont összegyűlt. Azt a mindenit, ja. Nem, hát mondjuk nem csodálkozom, de azért rengeteg, az 300 pont elég sok. Ja. És akkor mondom, hát ez egy könyv mennyiség tulajdonképpen, hogy ez a szállodát, hogy jön az életedet, stb. De mondom, hát ki vagyok én, hogy most ezt itt leírjam, csodás szállodás, rendezvényszervező, horekás, turisztikai szakemberek vannak az országban, akiket tisztelek, becsülök, csoda. Meg olyanok is, akik jót írnak esetleg, meg jól írnak, nem? Tehát akármi. Ez a magazinban jött össze, hogy a Zoli iknek a Zoliéknak a magazinja, igen, a The Life Explorers, és nekik az a Zal címük, hogy az emberi üzlet mögött. Ausztriában már évek óta az a fajta érdeklődés megy a turisták részéről, hogy az élmények között, hogy ne csak egy színházi előadást lássanak, ne csak magoljanak, ne csak wellnessezzenek, hanem kíváncsiak, hogy ki ennek a tulajdonosa, mi a család története, na jó, persze, hogy építették ezt fel. Ezt így hoztam magammal, így van. Évekkel ezelőtt Ausztriában. Nekem a vendégeimnek vannak olyan programjaink, hogy a család fogadja őket. Vagy ugye eleinte csak én, mert most, de most már a családunk tudja fogadni őket. És akkor van egy olyan délután, hogy akkor egy kávézásra, de tényleg csak is falatka sütikére, igen, meghívom őket, akár a pavilonba, vagy itt a reggelizőbe, vagy a bárba, és vagy a fogadóban, ugye fönt a gyönyörű, igen, kis porteraszunkon. És akkor kapnak egy kis sütikét, elbeszélgetünk, bemutatkozunk, érdeklődünk, kérdésekre válaszolok, igen, tehát ilyeneket csinálok, és ez nagyon bejött mindig, tehát ezt, igen, nagyon szerették a vendégek. Azt mondták, hogy ez olyan nagyon jó, hogy ha éhet megismerjük, hogy ki van, nem csak egy képet látok róla, igen, hanem itt van, és azt mondja, hogy hú, megkérdezhetem, pontosan, hogy hát ez meg hogy van, vagy az hogy van, úgyhogy nagyon jó pofa dolog, én ezt csinálom, tehát én ezt a kezdettől fogok csinálom. Akkor megelőzted tulajdonképpen már azt a fajta elvárást vagy igényt, igen, ami aztán bejött, de ti már csináljátok családra. Én ugye ezt hoztam a külföldi tapasztalatom, ugye, hát én nagyon sokáig éltem kint Németországban, igen, nem ebben a szakmában dolgoztam, én abszolút úgy pottyantam ide bele, a szívem miatt, ugye, meg az emberi vendéglátás iránti tiszteletem, meg a szeretetem miatt pottyantam ebbe bele. Én a férjemnek voltam a vállalkozói felesége, ha így szabad mondani, uh-huh, és hát ugye ezáltal nagyon sokat jártuk az országot is, Németországot is, Magyarországot is, meg hát azért egy kicsit a világot is, és onnan, hát én mindig szívtam magamba ezeket a, igen, dolgokat, de ez odahaza nálunk is így volt. Tehát mi, igen, a vendégekért, vagy hát hogy, igen, mondjam, tehát ez a közvetlen kapcsolatért mi mindig ott voltunk. Úgyhogy... Hogy kezdődött az egész? Hát úgy, hogy hadd mutassam be a Csabit, jó? Nem? Jó, akkor folytassuk. Rendben a vőm, ugye? De ő is Möllmann Csaba, igen. Na, hát hogy kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy két gyönyörű lányommal
eljutott az az idő a családban, hogy iskolába kellene, hogy menjenek, és miután a férjem akkor építette föl itt pont a mi környékünkön, tehát itt Móron, ugye én pusztavámi lány vagyok, a szomszéd faluból, így van, és épp kezdte építeni itt a céget, az egyik leányvállalatunkat, a Frimónál. És hát ugye azt mondtuk, hogy te jó Isten, rendben van, ha mi ide jövünk, de akkor jó lenne, hogyha gyerekek is, akkor ma itt kezdjék az iskolát, tehát ne kelljen szakítgatni őket ide-oda-amoda, hát úgyis többet leszünk most Magyarországon, hát akkor építsünk már magunknak valami kis házat, amivel ahol lakhatunk, mert addig a szüleimnél laktunk. Mindig egy szobakonyhát kaptunk anyuik részéből a lakásból, és ennyi. Tehát ez ott éltünk mindig. Na jó, és akkor azt mondták, hogy... férjem is, hogy hát nem is olyan rossz, hát lejövünk Magyarországra, keresünk egy jó házat, meg készen leszünk, nem építkezünk, építkezésből van bőven, és akkor majd szépen lesz a vendégeinknek is helyet, annyit csinálunk, hogy ott, Németországban is elég nagy házunk volt, ugye ott is nagyon sok vendéget fogadtunk, és hát legyen egy olyan 6-8 szobánk, amivel majd aztán a vendégeket, a saját üzleti partnereinket vendégül tudjuk látni. Jó. Kicsibe. Igen, kicsibe. Na. Hát kerestünk helyeket, minden, de olyan legyen, ugye, ami nekünk a lelkünknek is szólt. Ezt komolyan mondom, ezt kerestük, és a falunkban akkor nem találtunk. Ez volt az egyik nehézségünk, és a másik nehézség meg az volt, hogy nem volt telefonvonal. Uh-huh. Tehát ott akkor nem lehetett még telefont kapni, ennek most azért már 30 éve. Uh-huh. És hát akkor jó, akkor hova menjünk? Hát üzleti vendéglátást nem fogok tudni vinni, úgyhogy nincs egy telefon, ugye abban az időben. Hát jó, akkor a Móron, és akkor Móron tudtunk venni egy ilyen vonalat, úgymond, és akkor hát így döntöttünk Móron mellett. Na de akkor Móron hol? Ugye, és akkor kerestünk először, hát jó, hát mi nem gondolkodtunk nagyban, hanem egy szép kis családi házban, ahova lesz, vagy egy villában, és akkor ahol lesz, van 8 szobám esetleg, vagy 6, és oda jönnek a üzleti partnereink, Amerikától kezdve, ahol éppen üzletelünk. Elég az hozzá. Végre megtaláltuk a helyet, és ezért mondtam, hogy azt nagyon meg kell néznetek, az öreklést. Igen. Mert onnan. Eljöttetek már? Eljöttetek? Most, hát jó, arra jöttetek. Jó. Majdnem azért balesetesztünk. Na, komolyan, jó, Jézusom. Mutattam. Ja, hogy erre megy, arra néz, nézett, igen. És megálltak előttünk. Ajaj, jó. Na és akkor ugye azt a három udvart, na először akkor megvettük azt az egy udvart, gyönyörű, kialakítottuk magunknak egy gyönyörű kis házat, az is nagyon aranyos volt, és parasztházat építettünk át. Tehát az akkor Móron bennünket mindenki hülyének nézett, és azt mondták, hogy Jézusom, jönnek a gazdag német, akik játsszák az eszüket, jössze, megvesz egy ilyen putrit. Mert hát a leglerombottabb utcasor volt Mórnak, és ilyen oromfalas kis régi parasztházak. De hát mi abba beleszerettünk. Tehát mi bementünk az udvarba, és akkor azt mondtuk, hogy na ez az, itt akarunk élni. Ennyi. És akkor elindultunk. És akkor építettünk, igen, 8 szobát, mert aztán a mi emlékfelügyelőség azt mondta, hogy na Erzsike, akkor, hogyha önök ezt választották, az nagyon helyes, örülünk neki, bravo, na de mindent így kell visszaépíteni. Na hát igen, akkor jött a nagy Úristen nekünk, aha, és hogy puha, ezt azért azt hittük, hogy mi egy kicsit szabadabban tudjuk majd. Már mert... ilyen szabályozások voltak? De, nagyon le volt, de a mai napig is. Településképi, és most is, ugye most nagyon boldog már mindenki, benne vagyunk minden ezében, prospektusban is, hogy oromfalas parasztházak, mert ugye 3 udvart vettünk meg. Tehát 3 udvar lett megmenekítve, úgymond azon a régi 1700 végén, 1800-as évek elején épült utcasorban, ez a 3 ház, ami most szépen megmaradt. És elvileg hát ugye látogatható azáltal, hogy ugye bejöhet a vendég, az udvarok eredetiek, a külső megjelenése a házaknak teljesen eredeti, tehát azt még odafigyeltek, hogy úgy legyen kézzel kifaragva a tartószlop is, meg minden. És hát emiatt kapunk is a vendégektől néha, hogy Erzsike, kicsik az ablakok. Hát mondom, könyörgöm, ezek 300 éves parasztházak, itt nem építettünk nagyobb ablakot, itt nem lehetett csinálni mást. Ez így jó. Ja, akkor jó. Az más. És hát így indultunk el, tehát akkor meg lett 8 szobánk, egy kis reggelizővel kedvesen, és úgy gondoltam, hogy én majd sütöm a reggeli kenyérkét, én nem vagyok restek, bármi, de jó háziasszony voltam odahaza, és ezt csináltam, és mondtam, majd ezt úgy szépen megcsináljuk, imádni fogják a vendégeink, ugye? Na, jó. És erre jöttek a megkeresések. Polgármester úr, hogy Erzsike, figyelj, vannak itt területeink, és tudom, hogy nektek jók a kapcsolataik ugye a német üzletemberekkel, mi lenne, hogyha segítenél ebben, és megmutatnád mindig nekik, ha valaki jön, ne nekem kelljen, sokan nem is beszélnek az önkormányzatnál ugye németül, vagy valami, megmutatnád nekik? Hát mondom, meg. És akkor megkaptam a térképet, és akkor jártunk így körbe szépen, és hát egyre jöttek a partnerek. Akkor ugye leültünk egy ebédnél nálunk, vagy egy reggelinél, vagy vacsoránál, és akkor kérdezték a Güntert, a férjemet,
hogy hát hogy működik ez Magyarországon. És ő mindig, hát tényleg pozitív, ő neki pozitív tapasztalata is voltak, részben általam is, mert azért én tudtam, hogy hogyan kell Magyarországon a dolgokat intézni, és elég sok céget be tudtunk akkor hát hozni. Ugye Mór fejlődött, kész, és hát ezért ő is megkapta meg én magam is a ProUrbét már 97-ben, tehát azért 92-ben nyitottuk a szállodánkat, de 97-ben már azt mondták, hogy ez, amit mi létrehoztunk. Én turisztikailag, a férjem meg ugye a cégeknek való gazdasági részéről kapta meg a ProUrbét. Na de hát aztán jött a gond. Hát mi az, hogy nekik meg nincs helyük? Hát hova menjenek most akkor ők? Hát mert nincs szálloda, van egy másik kis szálloda, 11 szobával, de hát hova, és akkor most akkor mi hova megyünk, kérdezték az üzlet emberek, akik ugye jöttek a cégeket ide fölépíteni. És azt mondja Günther, hogy hát jó, hát nekünk csak ez a 8 szoba van, de ennyi, mi nem is terveztünk többet. Na de aztán dehogy nem. Aki bennünket nem ismert, az nem tudta, hogy addig bagyorgott bennünk, hogy ha valamit azért ki kéne találni, de mit. És akkor egyik szomszédomat megkerestem, szintén parasztház, mondtam, nem baj, most már rutinom van, szépen megvesszük azt esetleg, és akkor még ott tudunk egyet bővíteni, hogy akkor legyen még egy 10 szoba talán, és akkor jó lesz. Na de erre kopogott a szomszéd asszony, hogy azt mondja, Erzsike, mi elválunk, és hát akkor fölajánlom az udvarunkat, mert hát szerintem ezt úgyse veszi meg más. Igen. Tehát ez volt a trend itt, ugye, hogy ez úgyse veszi meg más. Hát mi meg is vettük természetesen, és akkor így lett 33 szobánk a 8-ból rögtön. Na de akkor jött a következő, hogy de akkor valami éttermet is kéne, mert Móron akkor még nem volt annyi étterem. Aha. Tehát megjöttek a vendégek, mit tudom, este 8-kor reptérről, kutyafüle, és akkor most hova menjünk, ugye nekem? Hát volt, amikor én csaptam össze nekik egy gyors vacsorát, hát, akár hideget, vagy akár egy rántottat, vagy valamit, de hát mondom, ez nem megoldás nekem, akkor a gyerekek még kicsik voltak. És akkor mondtam, hogy elindult, és akkor mondta, jó, akkor legyen. Kit hozzunk ide szakásnak, stb. Tehát elindult a partneri keresés. Mert egyébként ott is azt mondtuk, hogy hol szoktunk azért ugye legjobbat enni itt a környéken. Na és akkor kiderült, hogy van egy fiatal szakács, akit megismertünk, na őt megfőztük, hogy átjönne hozzánk, fix fizetés végre, nem, ez bejelentett bérrel, megmutatom, hogy amit annak idején nem is tudtam, hogy tehát mi tényleg annyira kívül csöppentünk bele ebbe a vendéglátásba, hogy abszolút nem voltunk tisztában, hogy mi hogy van. De aztán így elindult, és akkor hát gyönyörű. Később aztán lett egy éttermünk, mert aztán megvettük a harmadik udvart is. Azt is más nekünk ajánlották, ott még a macskát is megörököltem. Úgyhogy nagyon szép lett, és akkor így egy nagyon gyönyörűen elindult a fogadó. Igen, meg, és a macsika ott élt, bejárt a gyerekszobánkba, és igen, úgyhogy imádta azt a házat, átköltözött hozzánk, nagyon aranyos volt. Szép kis sztori. És hát a gyerekek közben ugye nőttek, meg minden, és akkor jött a következő dominó effekt, a vendégek, hogy hát mit lehet csinálni. Mert mondjuk ebben sok rutinom volt, mert Németországban is állandóan jó magam szerveztem ugye a hölgyprogramot, vagy hogy mondjam, igen, tehát, vagy a vendégprogramokat, és ebben elég jó rutint szereztem, és akkor hát itt Magyarországon is mindig megvolt azok a helyen, amit meg kell, hogy lásson a vendég, ahova el kell vinni, és higgyétek el, hogy én vittem, tehát én mentem, tehát idegen vezettem, de akkor mentem velük mindenhova, puszta, esküvő, városok, Budapestünk, Duna, minden, Tisza, mindent, amit lehetett, és azt mondja, de hát az jó, hogy mindig menni kell, meg valami nincsen, valami más helyben. Hát a borokat azt kínáltuk, igen. Azt agyba főbe kínáltuk, tehát akkor a pincészetek azért még sehol nem voltak. Mit írunk? Hányos éveket írunk? Ez a 90-es évek eleje, 92, igen. Tehát 30 éves, több mint 30 éve így nyitottuk az étteremet és a fogadónkat. És akkor ennyi, így szép lassan mentünk tovább, és akkor hát olyan vendég, jó, hát mit csináljunk? Azt mondja a Günther, hogy hát jó, figyelj, csinálunk, akkor a lányom akkor nagyon lovagolt, a nagyobbik, ügyesen. Domino effektus. Igen. Hát akkor volt egy lovunk, aha. Dollár, mert ez itt a dollár, mert őnek építettük ezt körülbelül, meg a lányomnak. Fedeles lova, ha hidd el, fedeles, ugyanígy nevettünk mi is, azt mondja, Günther, ezt valakit hallaná, hát azt mondja, na mindegy. Hát fedeles lova, de egy érdekes étterem, majd megnézhetitek, vagy megnézzük, igen. Mert azt is érdemes, igen. Ugye úgy oldottuk meg, hogy ugye az étteremből rá lehet látni a terem, tehát a lovardára. Hát akkor ugye külső, de akkor ezt hova építsük meg?
és hát legyen akkor lovas téma, és ne ilyen, mit tudom én, építhettünk volna ilyen amerikai, mit tudom én, micsodákat, mászófalat, kutyafüle, az is érdekes lett volna, de mi ragaszkodtunk akkor egy kicsit mindig a hagyományokhoz, meg ott, hát ami magyaros, meg magyar, és akkor legyen autentikus, hát minden, ugye ez már hozta a fogadónak a 300 éve. Na és akkor azt mondtuk, hogy jó, rendben van, akkor jó, de akkor hova? De hova építsük? Hát hol van itt Móron ilyen hely? Akkor még az állami gazdaságok is még felszámolás alatt, még 20 év után is, tehát utána nagyon nehezen tudtam utána megvenni. Tehát mi úgy építkeztünk ide, hogy minisztériumi engedéllyel, hogy sport és, mert akkor csak úgy indul, hogy sport és szabadidőközpontot építünk. Igen. És akkor külön engedélyeket kellett erre kérnünk, hogy ezt idegen, hát ugye a gazdaság, már állami gazdasági volt a földterület. Na most én arra építettem. Gondoljátok, hogy micsoda bizalom volt bennem, hú, bocsánat, Isten, őszintésen. Igen. Azért ez, hát nem, a tiéd, nem az enyém, de építek rá ezt. De külterületnek számít különben? Az még külterület ez volt, külterület. Most is. Most már nem tudom, hogy mennyire, hát, hogy bevették-e már határa. Tehát túl vagyunk, de azért most már Dózsa utca 100-at adtunk neki, tehát most már van egy utca neve, vagy valami, de most tényleg hivatalosan nem tudom, hogy aztán már most ezt bevették-e a belterületbe, vagy nem, de azt hiszem igen. Mert mikor úgy volt, hogy az első időszakban, amikor meg azt mondtam, hogy na most szeretném már megvenni, mikor próbálták, ugye, hogy most már lehetett licitálni már. Igen. Nagy dolgokra, meg nagy perek lementek így az gazdaság és egyéb témában, és akkor mondták, hogy hát jó, a területet megvehetem olyan 300 millió forintért. Hát most megveszem azt az infrastruktúrát, amit már beleraktam. Mert itt hát semmi nem volt, tehát itt az összes utat, a mindent, hát azt mondom, ezt úgyis már mi alakítottuk ki, a vizet, a gázt, a villanyt, mindent, hát mondom, nehézkedjetek, most ezt megfizettetitek velem, vagy mi, na hát ezzel le is álltak, és akkor aztán sajnos licitre került az egész. És na hát akkor azért rémálmaim voltak, elgondolhatjátok, tehát én akkor szegény férjem már nem is élt. Tehát én akkor olyan szituációban voltam, mondom, hogy hát ezt most nem tudom megvenni, hát akkor itt a levegőbe fogok lebegni, vagy mondom, a lovakat fölemelem ide az ére, vagy mit csinálok. Ugye akkor még saját, mi vittük saját kezelésben a lovardát, és most már ezt kiadtuk egy kedves hölgynek, és ő nagyon-nagyon elegánsan, nagyon szép dolgot művel itt. Na elég az hozzá, hogy aztán sikerült megvennem, hál' Istennek, liciten, tehát horribilis összegére, de nem mondjam azért, mert azért voltak ott nagyon kellemes új emberek, akik ezt igyekeztek szépen feltornászni, és megkaptam azt a megjegyzést is, hogy asszonyom maga annyira ragaszkodik ehhez. Hát mondom, ha ő nem tudja, hogy én miért ragaszkodom hozzá, akkor mondom, igen, azt mondja, akkor még ott a fák is aranyból vannak, mondom, nem, a fűszál is, mondom. De ez így higgyétek el, tehát nem tudtam, nem hittem volna, hogy ez így működik, tehát a kívül, tehát itt a, nem a közjegyző előtt, hanem igen. Na mindegy, de megvettem, és én akkor nagyon-nagyon boldogan jöttem haza, hogy hála Istennek ez megmenekült, a lovakat nem kell a levegőbe emelni. És akkor hát utána, jó, akkor de a helyet, hát hogy megtaláljuk a helyet, hát ez volt a legizgalmasabb. Mi egy egész más területet, a Kecskehegy mögötti területet próbáltuk bepályázni ott a hegy alatt. Az is nagyon szép volt, na de ezt kinézte magának már egy másik vállalkozó, aki gyümölcsöt termeszt. És meghallotta, hogy mi azt a részt néznénk. Azt mondja, hogy ő mutat nekünk egy másikat, amiről ő tud, nézzük meg. És akkor jöttünk le ide, ahogy ti is bejöttetek az országútról, erre az útra, és itt megálltunk. Na most itt képzeljétek el egy dzsumbújt, tehát egy gaztengert, bokros, ribizlis, lepusztult ribizlis, 20 éves lepusztult ribizlis település, igen. Minden, és azt megláttuk, de érted, hogy lejöttük, és azt mondtuk, hogy Günther, ez az. És ez ugyanaz volt az az érzés, mint a fogadóba is. És azt mondtuk, akkor oké, akkor ez lesz a helyünk, és akkor ezt kezdtük el csinálni. Tehát belső érzés. Igen, igen, mindkettőnket megfogott, mindkettőnket ugyanaz fogott meg, és a vendégeinket is érdekes módon ugyanúgy megfogja. Tehát mikor lejön, akkor azt mondja, hogy ez nem is látni. Ezt igen. Nem látni. Igen, igen, igen. Ugye, és azóta azért, hát, tudod, látod, próbáljuk alakítani, szép juharfa alét raktunk ki, oda fönt van a dombunknak a legtetején, ott van egy ilyen kis hálakeresztünk, oda a vendégek fölsétálhatnak, ott egy majdnem körpanorámájuk van. Hát most itt te pont a rosszul ülsz egy kicsit ott a sarkot, de mindegy, majd megnézhetitek még, ha kimentek. És akkor azt mondtuk, jó, ez rendben van, akkor oké, meg lesz a szórakozás a vendégnek, van egy étterem megint pluszban, meg hát egy iző, meg lovak, meg kutyafüle, jó. Na, de hát akkor kicsi lett a szálloda.
hát kicsi lett a szálloda. Az a 33 szobás? Az a 33 szobás kicsi lett. Ugye az üzletemberek annak idején, hát nekünk teltházunk volt folyamatosan, hát hiszen ők jöttek, és ő nekik én hétvégén is, aki maradt, annak én hétvégén mindig szuper programokat csináltam. Én csináltam olyan programot, hogy elvittem őket egy... Az erdészettel lebeszéltem, és az összes erdészházat megmutattam nekik az erdőben. Az egynapos túra volt, korán indultunk, 250 kilométert tettünk meg egy. Ezért nem hiszitek el, benne az erdő, és nem voltunk kint. Úristen. De vezetővel természetesen, mert én nem találtam volna oda. Szuper élmények voltak, tehát ilyeneket csináltam a vendégeknek, és hát élvezték, na ennyi. És akkor utána azt mondok, interjú, hát most kicsi, akkor most mit csináljunk? Csináljunk még, nem tudom, itt minden tavasszal ezen a területen egy gyönyörű mágia tüzet rakunk. Ezt mi Németországból hoztuk, de hát itt Magyarországon is vannak ilyen Székelyföldön is, meg több helyen, hogy gyújtanak ilyen tavaszi mágia tüzet, húsvéti, na húsvéti vasárnap estén szoktuk ezt, vagy húsvét hétfőjén, attól függ, mikor, milyen az idő, de húsvét vasárnapján szokták csinálni. És akkor azt mondtuk, hogy jó, hát itt szépen csináltuk ezt a rendezvényt, bemutattuk, elmeséltük, hogy mi ezt azért onnan Németországból hoztuk, ahol eddig éltünk. Kérdezték is, volt egy olyan nagy, az első újság, a Fehér megyei újságban az első oldalra kerültünk, hogy kellene-e új kellene-e új programok, vagy új, új tradíciókat bevezetni, vagy valami, és akkor képzeljétek el, hogy ezért a nézőket, az újságolvasókat kérdezték, és írták, hogy azt mondom, 70%-a azt írta, hogy nagyon kell. Tehát, hogy akkor elfogadták, befogadták ezt a rendezvényünket. De hát akkor most, jó, azt mondja, Günther, jó, ez nagyon szép így, meg oké, de hát most akkor mit csinálunk azzal a sok vendéggel, akik jönnének, és nincs még hely. Hát építsünk még egy szállodát. Hát mondom, jó, hát hogyha úgy gondolod. Építsünk még egy szállodát. Hát én már akkor benne voltam, nekem akkor mindegy volt. De nagyon, én nagyon szeretem, tehát nekem ez olyan volt, hogy hát mint egy szerelem, mint egy gyerek, na még egy gyerek épít, jó, csináljunk még egy gyereket, akkor így mond. Na és akkor azt mondtuk, hogy jó, de akkor itt csinálunk egy ilyen más vidéki jellegűt, egy vidéki, tehát egy ilyen, és még is hívjuk, hogy vidéki eleganciával bírók is 40 szobás, tehát ne legyen túl nagy, tehát nem akartunk elmenni ebbe a tömegturizmusba, de annyi viszont azt mondtuk, hogy 40, akkor most 73 szobánk van, tehát az már bőven lefedi, most meg pláne, de most is lefedjük, hál' Istennek, mert azért hétvégén kiók most. Tehát az is jók, igen. Igen. Hát ugye rengeteget dolgozunk, jó programjaink vannak, Eszterem csinálja a marketinget, nagyon jól csinálja, jó reklám dolgunk is, úgy érzem, és jó csomagokat kínálunk. Igen. Ja. Tehát akkor plusz 40 szobát. Plusz 40 szobát, ez csak úgy bejött kész, persze, úgyhogy semmi gond. Hát Günther, én azt megcsinálom, hát nem számít. Úgy, hogy mondom, tehát nagy bizakodással és örömmel, mert azt mondtuk. Na, és akkor jött az érdekessége a dolognak, hogy hát ez a düllő, hogy is hívják ezt a düllőt? Hát hétkuti düllő. Jó, miért hétkuti düllő? Ugye én azért mindjárt tudod, hát az ember már, hogyha már egy parasztházat, és ott is végignyomoztam mindent, és hogy de miért hétkuti? Hát hétkuti düllő azért, mert ez a hét sváb család, akiknek itt most a fotóját is lehet kint a házon látni, vagy ezt a freskon, ide települtek be a 1690-es években az első sváb hét család, akiknek az utódaik még most is itt élnek. Ezek igazi svábok, mert ők az Ábeles Indele, tehát az ilyen levégzédésű nevű emberkék, azok svábok voltak. A többi nem sváb, az csak így az összesített névben vagyunk svábok. Én sem vagyok, ha azt mondom, nem vagyok sváb, de ezt kell mondanom, hogy sváblány vagyok, mert Magyarországon a magyarországi németeket egy közös névre hozták össze, mit tudom, az 1930-as években, hogy az lesz a nevük, hogy svábok, pedig hát nem mindenki sváb. Teljesen mindegy, és akkor itt laktak, ezen a környéken laktak, hét család volt, és itt most jön a döbbenetünk nekünk, mikor ezt felfedeztük, hogy az volt az első utca, amit megépítettek. Az Arany János utca, ahol a fogadónk van. Tehát ezek azért, tehát bennünket ez annyira, tehát ugye mi mondtuk, hogy tényleg belsőleg és szívileg azt mondtuk, hogy na akkor mégiscsak ez az a hely, pedig mondom, egy másikat néztünk ki, vagy ott is, hogy akkor hogy azt vettük meg. És a végén kiderült, hogy ezek az emberkék, akik innen aztán felköltöztek,
Hát nem biztos, hogy abban az utcában, de az, miután azok az első utcák, amiket ott fölemeltek, lehet, hogy pont ez a család ment oda. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy most így kicsit összekötöttük. Hát így lett a nevünk, uh-huh. aztán Hétkút is. Tehát azért, uh-huh. mert hogy a Hétkút... Hét család Hétkutat fúrt? Igen, Hétkutat uh-huh. fúrtak, és állítólag emiatt is több vitájuk eredt, meg stb., mert a Vértesről, meg erről a hegyről azért ott alul folyik egy kis patak is, vagy egy hát árokpatak, most így mondanám, de régebben el tudom képzelni, sokkal több víz folyott le, vagy valami is kiöntötte őket mindig. Uh-huh. Tehát ők azért egy kicsit ilyen félig, meddig földbe építették még a házakat. Uh-huh. Tehát még nem igazi házat építettek, hanem ilyen kúnyó jelleggel. Uh-huh. És kiöntötte őket mindig a víz, meg aha. akkor a kút miatt is vita volt, meg minden. Ez egy ilyen sztori. Igen. Ezt mesélik a városban, és hát ezért aztán felköltöztek a hát magasabb helyre, és akkor igen, mentek a víznevünk sem mindig ki őket. Igen. És na. akkor Günther azt mondta, hogy oké, 40 szoba. Igen. Volt az igazi. Akkor ez már kész. Ez már készen volt. Készen volt. Ez előbb volt kész, mint a szállodánk, igen. és akkor itt jön a poén, mikor még egy gyönyörű nagy mágiatüzet raktunk, és már elég sokan lejöttek. Hát ugye ez a helyieknek program, és akkor mondtam, hogy kedves vendégeink, akkor szeretettel várlak bennetek. Tehát mindenki tudta már, hogy akkor ide most egy szállodát fogunk építeni, meg minden, és akkor azt mondta, hogy szeretettel várlak benneteket is. Jövőre ugyanitt. És akkor mondták, miért esik el, leégeted a szállodát? Vicceltek, hogy persze, hogy ja, mondom, nem itt egy kicsit arrébb, de azóta is csináljuk, csak hát a most már a réten. Ez a húsvét vasárnapi hagyomány. Igen, igen. És rögtön lesz lett, vagy az nem, azt mindjárt, nem. Akkor azt mondtuk, hogy mi már azért szerettünk volna az öregprésbe is egy kis wellness-t bevinni, legalább egy kis medencét, vagy valamit nem engedték meg. Tehát a mi emlékfelügyelőség nem engedte. Igen. Tehát ők akkor azt mondták, hogy parasztházban, tehát csak a jelleget szabad megtartani. Annyit tudtunk kiharcolni, hogy egy szaunát, tehát igen. egy kis szaunát, meg most egy kis dézsafürdő, de kicsit tudod, az igen. a két személyes kis igen. ilyen romantikus, ezt tudtuk belehozni ott wellnessként, és akkor már mondtuk, hogy akkor viszont itt muszáj, nem muszáj, igen. akarjuk is, tehát bocsánat, tehát igen. hogy itt legyen akkor wellness szállodban, és akkor így jutottuk el. Mikor lett kész, ha van egy olyan szó, meg a wellness? Most lett 17 éves, most voltunk 17 évesek, akkor az 2003, 2002, vagy valahogy 4, így, 4, ja, 3, vagy 2004, 4. igen, aha. igen. Tehát ez 2000-ben, ez meg 2004-ben lett átadva. Mennyi idő alatt készült el? Tehát mondtad a hamar, ezeket hogy, hamar ment. Akkor igen, ez hamar ment. Hát inkább nem, hát jövőre nem ugyanitt, de az építkezés elindult, azért itt nagyon nehéz volt. Hát ugye említettem, ugye, hogy nem is tulajdon, meg nem is, nem tudom én mit, tehát rengeteg papírmunka volt, meg és rengeteg... Meg hát semmi közmű, ugye, hát igen. lehet kérdezni, azzal kellett kezdenünk, ugye. Brutál volt, igen, tehát itt az utaknak tehát kiépítése, meg minden, tehát én azért ide egy olyan infrastruktúrát hoztam, mondom, igen. amit utána meg is akartak velem, fizettem. Mert ezt a 6 hektárt szerettem volna külön mindjárt megvenni, hogy legalább igen, ez legyen biztosítva. Ez a 6 hektár lesz, ez 6 hektár, vagy vásároltatok hozzá, ez, utána még? Tehát ez a terület, amin a szálloda van, tehát amihez azt mondtam, hogy a kis ribizlistónk, meg még hát itt az előtt, a ház előtti parkoló, meg egyebek, hogy ez meglegyen, és ez 6,5 hektár. Na, eredetileg azt mondtam, hogy ezt mindenképpen meg kell szereznem, na erre kaptam ezt a 300 millió forintos dolgot, hogy ezt mennyire megvehetem. Tehát, és a többi meg, hát ugye az bérelt volt. Bocsánat, én béreltem. Ezt béreltem az államtól. Hát ezért kaptam az ígéretet. Bocsánat, és közben akkor kormányváltás volt. Ugye? És akkor Jézusom, most kezdhetem, tudod, tehát megint újra az egészet, hogy azok is ugyanúgy viszik ezt a ígéretet tovább, vagy nem viszik tovább. Igen. És akkor egy pesti ügyvédet, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozott, felkértem, és mondtam, járjon már egy kicsit utána. Erzsike azt mondja, az a csomag ugyanúgy ott van. Móri blokk az ugyanúgy ott van, ahogy ezelőtt még egyszer megnéztem, amikor a másik kormány volt, most is ugyanúgy ott van, abban még senki nem nézett amúgy bele. Ja. Na, akkor azért megijedtem, hogy mondom, atya úristen, ez utána valaki meg azt mondja, hogy hát Erzsike, ez mégse, és akkor próbáltam legalább ezt a részét megvenni. Azt mondtam, hogy jó, hát ha nem lesz lovardám, akkor majd valamit kitalálunk, bérlem tovább akitől, csak ugye akkor már borzasztó kényszerhelyzetbe kerülsz. Uh-huh. Hát hogy, de mert akkor felépítesz valamit, és utána meg bérelned, mert akkor meg bérelned kell. Igen. Tehát akkor azt mondja, hogy hát Erzsike, hektáronként nem ennyit kérek, igen. hanem
százszor annyit. Mindenki. Nekem ez nagyon furcsa, mert én meg inkább egy... Szeretett közegből származom. Igen. Szeretett meg igen, odaadás, tehát, meg és a közösségért. Szeretett meg közösség, meg ilyen tudod, tehát amikor ide... Adni. Az, hogy adni. Igen. Adni. Hogy valamit adni. Nekem mindig az volt, amikor Móra lekerültem, és akkor mindenhova eljártam, a közösségi, vagy civil, igen, vagy bármi volt. És akkor mindig mondtam, hogy húha, mindenki panaszkodik, hogy nem kapunk semmit, mert nem támogatnak, meg nem, és akkor mindig mondtam, hogy de emberek, hát mi élünk itt? Hát figyelj, itt vagyunk, mi csináljuk, igen, mi magunk. Hát igen, mondom, én mindig azt csináltam, ahol éltem, ott próbáltam a saját tehetségemnek, ügyességemnek, képességemnek megfelelően valamit segíteni. Ez igen, nem mindig pénzről szól. Ennyi fért mai adásunkba, nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. Köszönjük továbbá a Péters Textilnek, mely családi vállalkozás idestova 30 esztendeje gyárt és forgalmaz. Többek között a szálláshelyek, éttermek és rendezvényhelyszínek számára is különféle textíliákat, valamint az OM Systemnek, hogy közösen lehetővé teszik utazásunkat. Mára búcsúzik Csabota Kis Árpád Hotel Mentor és a The Life Explorers magazin csapata. Tarts velünk legközelebb is! Ha tetszett az adás, kérjük iratkozz fel csatornáinkra. A viszonthallásra!